Tehát ezt szét kell szedni ilyen kicsit. Igen, én azt hittem így kell. Így. Így. Én azt hittem, azt így kell. Kert az nem egy célú, hogy díszkert, és fű van benne, meg tuja, meg, hanem abban vannak növények, és ezt megnéztük, hogy a múltkori idő óta mi, az, ami el lett ültetve, amit akkor elültettünk, hogyan nő. A lányok kéne a babot venni mellé, jó? Folyik el a víz bennem, rózsám soha ne víz, a bízol is. Úgy bízzál, szeretőről gondoskodjál. Megkérdeztünk egyenként, mindenki elmondta a tapasztalatait, és rosszat nem mondott senki, sőt, nagy élvezettel voltak. Hát mikor elmondtam a programot, kicsit meglepődtek. Mert ugye akkor megnéztük körbe a csárdakertet, ugye előtte folyamatos esők voltak és lehűlés, tehát nem volt annyira kedvező a növények fejlődésére, mert úgy mondom melegtűrő növényekre, meg hát a rózsák is, amilyen előre volt a tavasz, egy kicsit nehezebben nyíltak, de most például milyen kezdenek szépen benyílni, még mindig nincsenek a csúcs közelébe, még egy hétig biztos pünkösre kinyílnak, úgy gondolom, és hát arról beszéltünk a kertben, hogy a kert az ugye egy többfunkciós történet, ahol most itt ma is már beszéltek róla, hogy a káposzta, a kertkáposzta az nem csúnya. Miért lenne csúnya? Az szép. És ugye meg is lehet enni. Nyom meg! Úgy. Hát a kártevőket nem érteni kell, hanem szaporítani. És sok kártevőn, sok hasznos rovart fenntartani, és egy állapotot elérni. Hogy ne legyen nagyobb kártétele, de ahhoz mindig kell legyen kártevő. Ha nincs kártevő, akkor nincs hasznos sem, mert nincs mit legyen. Az egyik akadémista hölgy hozott nekem csombort, mert azt mondja, nem látott itt csombort. Nem mondom, van pedig, mert van a fóliában is ott abban a kísérleti ágyásban. És akkor ezeket így körbejártuk, megnéztük, aki még vannak újabbak, mert lettek újabb emberek, akik még az elsőn nem voltak. Meg hát vannak, akik, ugye mindenkinek munkahelye van, egyéb elfoglaltsági, családi, mindenféle rendezvények, tehát van, aki nem tudott most jönni, de majd legközelebb jön is. Hát ők egymás között állítólag jól működnek ilyen közösségben, egymásnak adják, veszik az információkat, én ebben nem akarok részt venni, nem is tudnék, meg időm sincs rá. Az fontos, hogy az emberek lássák, hogy amit csinálunk, az öröm abban van a gazdálkodásban, hogy folyamatosan változik. Egy növényt elültetünk, az kikél. Utána virágzik, utána ültettünk például babokat, és mindenféle imádtom, hogy milyen szép virágaik lesznek. Hát aztán persze a bableves sem lebecsülendő dolog, ugye én nagyon szeretjük, nálam minden héten lenni kell bablevesnek, mert a szervezetnek az alapvető építőköve, csontozatnak, az idősebb korban, a fiataloknak, meg amúgy is. Na és utána volt az előadás, mostani téma, hogy a négy elem, a négy őselem, a tűz, a víz, a levegő és a föld, most a vizet. Ebben be lehet mutatva, meg vannak ott a képek róla, hogy az öntözésnek milyen, hogy kell hozzá viszonyulni. Ezek mind itt el lettek szárazon ilyen kísérletképpen is bemutatva, öntözés módok. Ugye ide felírta, hogy a tűz, a víz, ugye ezek egymással ellentétesek, ellenben jól van felírva is, és van a levegő, és a föld. Mondjuk, most én a vizet ragadtam ki, mert ezt tartom. Nincsen, hogy fontosabb, mert mind egyenlő szárú. Nem nagyobb egyik sem, mint a másik. Ugyanolyan fontos, mint a minimum elv. Lehet ezt, Szabó, leteszem.
Látjuk ezt? Itt van egy vonal. Fölötte 100% víz van, alatt a tökéletes száraz. Egy deka víz nincs. A másiknál ugye vannak valószínű egy rög vagy valami, tehát hogyha egységes lett volna, mondjuk megrostáltuk volna, akkor tök. De ezt úgyis meg lehet csinálni szinte. Itt mind vizes, itt porszáraz. Ennél ez egy homok, ez a sódár meg idáig. Sőt, még itt lehet lefolyni, mert lehet, van benne egy gavics. Az öntözésnek az ideje, az nagyon kulcskérdés. Az öntözéssel nem csak a növényeknek kedvezünk, hogy a fejlődésük gyorsuljon, ugye főleg az lenne jó, ha a talajhoz tudjuk. Az árasztás azért jó, mert csak a talajt árasztjuk el. A csepegtetővel is, de a csepegtetőnél a gyökér tömegünk nagyon picike. Bármilyen stressz jön, egy 40 fokos meleg, akkor ott a gyökerek szenvednek, és hogy nem bírok eleget öntözni, mert nincs annyi. Eleve azt is mérik, hogy mennyit párologtat. Tavasszal, amikor kicsi a paprika, semmit, de amikor megnő, van rajta egy kila paprika, vagy akár kettő, vagy paricsomnál még akár több is, uborkánál még több, akkor az is rengeteg vizet elparolgat, azt is bele kell kalkulálni, amit ő onnan fölvesz. A párolgást, a jebeket. Hogy milyen illata van a rózsáknak, mert az emberek már elszoknak attól, hogy egy virágnak legyen illata. Tehát mikor ezelőtt egy nő, egy hölgy kapott egy csokrot az ő tisztelőtől, vagy szeretőjétől, vagy szerelmétől, vagy bármilyen alkalomból, akkor az a virág az nem csak szép volt, hanem illatos is volt. Ma a virágok nem illatosak, mert ugye túl vannak hűtve, a nemesítésnek ez nem tárgya. Én azt gondolom, hogy kell legyen illata. Tehát itt egy csomó olyan virágos van elültetve, a viola például, aminek van jó illata, hogy ugye a macskamentának is van egy kicsi ilyenkor most szép virágzásban. A rózsák többségének szempont volt, hogy legyen illata. Egy-két kivétel van, aki annyira szép, meg belélik ebbe a rózsakertbe, hogy megengedtük, hogy nagyon kivétel legyen, de 90%-ának valamilyen illatának kell lenni. És a többi növényeknek is, egy parasz petúniának van illata. És akkor mondhatnám így, a dohány, kerti dohánynak is van illata. A gazdaság alapvető célja, hogy élelmiszert állítson elő, nem alapanyagot, hanem élelmiszert. Ez egy kulcskérdés. Azért áll így a világ parasztsága, mert alapanyagot gyártatnak vele, és ipari üzemek állítsák elő a tejipar, a konzervipar, a hűtőipar, és mondhatnám így az összes a húsipar, ezek már nem alkalmasak arra, mert túl vannak manipulálva, túl vannak, ugye, hogy megfeleljenek a hosszan eltarthatósági szempontoknak, ezért le vannak butítva ezek az élelmiszerek, és hát amik megőrzik az ízeket, megőrzik a beltartalmat, ugye Bardos Zsuzsa professzor azt mondja, erre külön kitért, hogy milyen kevés a mai élelmiszereknek a vitamin meg ásványanyag tartalma. És hát azért kell magunknak csinálni, hogy az jó legyen. Hát röviden így összefoglalva, és hát mindenféle a lótetűnek, megmutattuk, hogy lehet kikerülni a lótetűt, az elhasznált öntözőcsöveket, hogy megmutattam, hogy vágjuk el, nagyon egyszerű, mindenki csak nézett ki. Aztán most már tudják ők is maguknak csinálni, és nem kell vegyszereket, meg a vakondot hibáztatni, mert a vakond az megesz a lóférget, legfeljebb kidűti a paprikát vagy a paradicsomot, mert ugye ott megy el a lóféreg, ahol paprika van, vakond meg ott, ahol lóféreg van. Van ez a cső, ami csepegtető cső volt hajdanában, szebb korában. Vágunk belőle ilyet.
hosszára behasítjuk. Rátettem, picit lenyomom. A lófélreg ott rágja el a növényeket, közvetlenül a talaj szintbe vagy egy picit alatta. Viszont ott, hogyha egy növényt megnézünk, itt már itt vannak a gyökerek. Ha nagyon lenyomjuk, akkor baj van, de ebből elrág egyet vagy kettőt, akkor abban nincs nagy baj, mert akkor túléli. Az a baj, mikor itt rág, és így nem rágja. Nem szabad elhiggyük a propagandát, tehát alkalmazkodnunk kell, a kérdés az volt, amelyik faj nem tud alkalmazkodni a megváltozott körülmények között, az elpusztul. Tehát a parasztembernek is kell alkalmazkodnia ez a megváltozott világhoz. Hát az első az, hogy élelmiszert kell előállítson. Hogyha ő nem a disznót adja, hanem a kolbászt, lehet, hogy neki baja van vele, többet kell küzdködni, de a kolbászt mindenki meg tudja venni. Disznót 1000 emberből egy vesz. Mit kezd vele? Hova teszi? Ha levágja, hova teszi? Ha levágva veszi meg? Ugye csak egy kicsi darabot, egy kiló húst eszik meg egy négy tagú család is egyszerre, vagy nagyon kemény család az, aki megeszik kettőt, egy négy tagú. Mert megehet még egy ember is, csak legfeljebb akkor úgy is kell dolgozni. És azok a régi fajtáink, amik vannak állatokban is, tehát egy racka, egy nóniuszló, vagy egy szürke marha, az nagyon szívós, mindent kibír. És hát a növények is. Egy szabadkai szercsika, az egy nagyon ellenálló alma, egy penyigei szilva, vagy egy nem tudom szilva, az megnő az átélen, nem permetezik, nem metszik, csak szedik. És ezeket meg lehetne újra honosítani. Azok a tudósok, akik a néprajz, meg a gazdaság terén már sok munkát letettek, de valakinek csinálni kéne. Tehát el kell kezdeni cselekedni. Igenis, emeld fel a seggedet, honfitársam, és próbáljál meg valamit csinálni. Ne virtuálisan, valóságba. Kezdjen mindjárt magad kertjébe, mint ahogy múltkor is elmondtuk, hogy vágd ki a tujafádat, vagy add oda valakinek, ültesd az első almafádat, vedd meg az első tyúkodat, és most örülj neki, hogy előjön egy kotlója csirkével. Külön néztük a keltetőt, a csirkenevelést, hogy azt hogy csináljuk, hogy azoknak milyen veszélyek vannak, ugye a rókától a ragadozókig. Milyen fehérjeforrások, hát láttuk ugye a 70 napos csirkék 25-30 dekások, nem 37 napos 2 kilós, mint a nagy üzembe, de hát ezek olyanok is lesznek. És közösen arra a konklúzióra jutottak itt sokan, hogy ma már nem tudják megállapítani a fiatal emberek, és lehet nekik az a csirke jobb, mint ez. Nem tudják, mi a jó. Mint hogy maguknak se tudják. Tehát folyamatosan egy gazdának alkalmazkodni kell a megváltozott körülményekhez, és nem lehet, hogy majd azonnal. Ha késlekedik, az mindig nagy árat fizet érte. És szereted a trágya szagot? Imádom. A föld, ebből bármelyik hiányzik, akkor az a limit, amiből kevés van. Ha nincs víz, akkor olyan növényeket, állatokat kell termelni, tenyészteni, amik extenzív viszonyokat is jó. Én amúgy is úgy mondom, hogy olyanokat kell, mert a nagyon nagy befektet. Általában a belső minőség kérdése az mindig fordított arányos a mennyiséggel. Tehát, hogyha intenzíven nevelünk egy szőlőt, ahol lesz sok szőlő, de bor gyenge lesz. Ha intenzíven tejjel marhát tartunk, és 50 liter tejet várunk el tőle naponta, az nem olyan, mint a bivajnak az 5 liter. És abban a belső tartalom, nem csak a fehérjéről beszélek, mert az még lehet abban magasabb is, mint az extenzívbe, de benne kell legyen az ásványanyag és minden. És ahogy az állat előállítja, legyen az hús, tej, tojás, bármi, az úgy van jó. Ha túl nem tudunk jobbat kitalálni.
Kaptárak mióta vannak, ki tudja? Tessék? 1200-as évek voltak. 1800-as évek vannak ezek a tip, addig kasuk voltak. Ja, kasuk. Hát ilyen könnyű helyzet még életemben nem volt. Na, dugjuk be. Na, mi a k***nye van? Megkaptam? Egy. Be van fogva. Aztán. Ha a vétlen leesett volna az anyja, amit nem gondolnék, akkor, akkor oda visszamegy, és majd oda gyűlnek. Vannak a méhek ugye keletre, meg délre, hát itt már van nyugatra is. Éjszakra ugye nem táljuk őket, még megyek a kaptárba. És akkor itt lesz nekem, ezt be fogom vonni ilyen vektorhálóval, hogy a legyek ne menjenek, itt lesz egy háságyam, majd még azt is lehet már ma kihozzuk, vagy hónap, meg egy asztal, szódavíz, fröccs, és itt fogok nagyokat aludni délbe, gondolom én. Itt a kvantum térbe, itt a méhek, ahogy zöngnek és repülnek, itt magas gondolatai támadnak, majd őrnek. Amen. Megmutatom, hogy melyik az anya. Kicsit hátrébb kell menni, hogy nehogy valakit megszúrjon, de nem kell félni. De nem kell, mert ha megszúr valakit, az legyen áldásra. Megnézzük, hogy itt vannak a méhek, hát nem nagyon látszik sajnos, mert sötét van. Ezek ugye dolgozók, ezek herefiasítások. Ott az anya, látjuk? Ott van, meg van jelölve. Látjuk, nagyobb, mint a többi. Tessenek jönni kicsit bátrabban. Itt vagyunk. Hát ez egy kaptár, ebből el lett véve az anya. Miért nem szúrnak most? Azért nem szúrnak, mert most dolgoznak. Ez a here. Tessék, kinek adjak, nem, nincs fulánkja, nem szúr meg, de elrepül. Meg kell fogni a lábát legalább. Meg akarjátok nézni? És itt már ezt az új lépet már be is rakták mézzel. Látom? Ez is here. Ahhoz, hogy az anya párosodjon, kellene herék. És többen is párosodik, mint hogy az ember is. Van aki. Igen. Hát ahol víz nincs, ott fakasztani kell. Ahol általában a Kárpát-medencében mindenütt van víz télen. Tehát a téli csapadékot meg kell őrizni. Én nekem is ég. Juhász volt az ember? A juhász az, aki soha nem kínál meg senkit, mert magával megszokja a nap. Ez egy nádudvari korsó. Lajos bácsinak a munkája, a népművészet mestere. És ugye befogjuk itt a lyukat felül, akkor lehet így inni. Olyan agrotechnikát kell alkalmazni, hogy nem szántunk, nem tárcsázunk. Próbáljuk a talajban lévő mikroorganizmusokat magasan tartani, hiszen ők tartják meg a vizet. Ha ezt állandóan bolygatjuk, ezt a talajt, és kiszárítjuk, akkor őket elpusztítjuk, akkor nincs, ami megfogja. Magyarán a szerves anyag a talajban, hogy milyen sok, az nagyba függ. Itt ugye a mély múlcsos gazdálkodás, ott ugye az öntözés is, tehát egy konyhakertben ezt nagyobb hektár volumenben nem lehet megcsinálni. Ott más technika kell, takaró növények és egyebek. De amikor van csapadék, azt meg kell fogni. Magyarország területén mindenütt esik valamennyi eső télen. Azon kívül legtöbb helyen van valamilyen szabad vízforrás, patak, és azoknak a vizit is meg kéne. De ez így egy nehéz ügy, mert közösségi fórumok kénének, legelőbirtokosság, erdőbirtokosság, földtulajdonosi közös közösségek, ahol egy hangon mindenkinek az érdeke és a teherviselés is közös. Na ez egy kicsit nehéz téma Magyarországon, mert az elmúlt 150 évben nem erre szocializálódott a modern ember. A vizet oda lehet vezetni, lehet kutat fúrni legtöbb helyen, és minél takarékosabban, ugye erről beszéltem az előadáson, hogy régen, a fejlett országokban, akár Izrael, akár Amerikai Egyesült Államok,
árasztanak bizony. Minket hűítenek a csepegtető öntözéssel, hogy az milyen jó, főleg izraeli, meg amerikai cégek, persze van más is, de ők maguk nem ezt hajtsák, hanem a legkevesebb veszteség van az árasztással, ugye legjobban átadja a talajnak a mindenféle jóságot, és a gravitációval oda viszik legtöbb helyen, amit ugye már az ókorban is megcsináltak nagyon sok civilizációban. A Paraszt Akadémia nem csak a gazdálkodás fortéjéről szól, hanem ahogy Makoldi mester fogalmazott, hogy ő nem csak magyarországi festő akar lenni, hanem magyar festő is akar lenni. Én is úgy gondolom, hogy a magyar kultúrát meg kell értsék. És ebbe a paraszti kultúra egy fontos láncem, hiszen ő őzi meg a magyarságot. A városi emberek erre képtelenek. Eleve a városi lét is ez ellen szól, meg nem gyakorolják. Ha volt egy hölgy Amerikából, hát ő nagyon nehezen látszott, és soha életében fizikai munkát nem dolgozott, de akarta, meg jó meglátásai voltak, csak hát, hogy is mondjam, na hát neki olyan munkákat adtunk, amit ő is meg tud csinálni, de nagyon lelkes volt. Na és akkor lett egy kis táncház, egy kis moldvai muzsika. Nékünk ez a pohár, ha üresen áll. Minek nékünk ez a csongor, hogyha nem kínál. Szegény gazda szomjúságtól, csak hogy meg nem hal. Miért nem lett a mi csongorunk a Balatonba hal? Most már tudja, hogy többieknek is lehetne.